Civitas Dei és gonosz megváltás. Hans Castorp páholy erkélyén egy növény meghatározásával foglalkozott, amely most, hogy asztronómiailag megkezdődött a nyár, és rövidültek a napok, sok helyütt tenyészett, a harangláb vagy aquilegia volt ez a növény. Egy boglárka féleség, amelynek kék, ibolyaszínű, néha barnásvörös virágai magas száron, cserjésen nőttek, és káposztaszerű levelei szélesen szétterültek. Mindenfelé feltűnt ez a növény, de tömegével, főleg azon a kies réten tenyészett, ahol Hans Castorp először látta, majd egy esztendeje, abban a félreeső, tarpatak zúgással teli erdőszakadékban, a pallóval szemben álló padnál, ahol akkori elhamarkodott, önkényes és egészségtelen sétája végződött, és ahová most is némelykor ellátogatott. Nem is volt nagyon messze, ha az ember kevéssé kalandosan indult el, mint ő akkor. Ha a szánversenyek falubeli célpontjától kis darabon felkapaszkodott a hegyoldalban, akkor az erdei úton, melynek fahídjai a Schatzalpról lefutó boppáját keresztezték, kerülők, operaáriák és kimerültségi szünetek nélkül 20 perc alatt felért arra a festői helyre. És amikor Joachimot szolgálati kötelezettség, a vizsgálat, belső felvétel, vagy vérpróba, injekció, vagy a súlymérés a házhoz kötötte, akkor Hans Castorp szép időben, villás reggeli, vagy akár már reggeli után is kiruccant oda, máskor meg az uzsonna és a vacsora közti órákat használta fel erre a kirándulásra, elüldögélt a padon, ahol annak idején rájött a heves orvérzés, félrehajtott fejjel hallgatta a tarpatak zúgását, és elnézte a zárt tájképet maga előtt, meg a tömegesen kéklő haranglábat, mely ismét virágzott a réten. Csak ezért járt volna oda? Nem. Azért üldögélt ott, hogy egyedül legyen, hogy emlékezzék, a hosszú hónapok benyomásait, kalandjait rendezze és átgondolja. Sok volt az élmény, és sokféle, és nem egy könnyen rendezhető, mert olyannyira összefonódtak és egymásba folytak, hogy a kézzel foghatót alig lehetett külön választani a csak gondoltól, az elképzeltől és a megálmodottól. Csak abban egyeztek meg ezek az élmények, hogy egytől egyig kalandos jellegűek voltak olyan mértékben, hogy szíve, amilyen könnyen mozgó volt, és maradt idefen az első naptól kezdve, akadozott és kalapált, ha csak rájuk gondolt. Vagy talán elegendő volt az a megfontolás, hogy az aquilegia nem még mindig, hanem már megint virágzik itt, ezen a helyen, ahol egyszer a csökkent életműködés állapotában Pribislav Hippe valóságosan megjelent neki, és hogy a 3 hét a legközelebbi jövendőben esztendővé kerekedik. S talán ennyi is elegendő volt hozzá, hogy könnyen mozgó szívét olyan kalandosan megrémítse. Az orravére egyébként már nem eredt el a tarpatak melletti padon, ez elmúlt. Aklimatizálódása, melynek nehézségeire Joachim már jó előre figyelmeztette, és amely csak ugyan nehéznek bizonyult, meglehetősen előre haladt. 11 hónap után befejezetnek kellett tekinteni. További eredmények ebben az irányban alig ha voltak várhatók. Gyomrának vegyműködése szabályozódott,
és hozzáidomult a változó körülményekhez, Mária Mancini ízlett, kiszáradt nyálkahártyájának idegei régóta ismét fogékonyá váltak e kiváló gyártmány aromája iránt. Tudniillik valahányszor készletei leapadtak, ismét ebből rendelt nagyobb mennyiséget Brémából, noha a nemzetközi gyógyhely kirakataiban igazán csábító áru kínálta magát. Valami kegyeletféle érzés sarkalta erre, hiszen Mária bizonyos kapcsolatot teremt közte, az eltávozott és a síkföld, azaz régi hazája között. És vajon nem ápolta, őrizte hatékonyabban ezt a kapcsolatot, mint például a levelező lapok, amelyeket Hans Castorp időnként nagybátyjaihoz intézett, amelyek egyre ritkultak abban az arányban, ahogyan Hans Castorp a fenti fogalmakat elsajátítván egyre nagy vonalokban gazdálkodott az idővel. Többnyire képeslapokat küldött, hogy tetszetősebbek legyenek, a völgy különféle látképeit ábrázolták behavazva, vagy nyárias állapotban, és írásra éppen csak annyi hely maradt rajtuk, amennyi kellett, hogy a legfrissebb orvosi véleményt, a havi vagy általános kivizsgálás eredményét közölje rokonaival, azaz például olyasmit, hogy mind optikailag, mind akusztikailag határozott javulás észlelhető. De azért Hans Castorp még nincsen detoxikálva, az állandóan meglevő csekély hőemelkedés a kicsiny gócoktól ered, amelyek még mindig megvannak ugyan, de kétségtelenül, nyomtalanul eltűnnek majd, ha van türelme kivárni, és akkor nem kell már visszajönnie. Hans Castorp bizonyosra vehette, hogy ezen túlmenő levélírói tevékenységet nem várnak, és nem kívánnak tőle, hiszen nem humanista ékes szólószféra az, ahová lapjait küldözgeti, és a válaszok, amelyeket kapott, épp oly kevésé voltak ömlengőek. Többnyire a létfenntartását szolgáló pénzküldeményeket kísérték, amelyeket hazúrról kapott, atyai örökségének kamatait, amelyek itteni pénznembe átszámítva olyan előnyösen felduzzadtak, hogy sohasem költötte el, mire az újabb küldemény megérkezett, és néhány géppel írt sorból álltak, amelyek Johannes Tinapel aláírásával a déd nagybácsi üdvözleteit és gyógyulási jókívánságait tartalmazták, és néha a tengerjáró Péter Tinapelét is. Amint Hans Castorp rokonainak jelentette, Behrens tanácsos újabban abba hagyta az injekciók adását. Nem tettek jót a fiatal páciensnek, főfájást, meg étványtalanságot, lefogyást, állandó fáradtságot okoztak. A hőemelkedést előbb fokozták, és utóbb sem szüntették meg. Száraz forróságként tovább égett rózsapiros arcában, és e szubjektív tünet állandóan figyelmeztette a csuromvíz meteorológiájú síkföld gyermekét, hogy számára az aklimatizáció bizony javarészt annak megszokásában áll, hogy nem szokja meg. Egyébként úgy látszik maga, Radamantis sem szokja meg, mert hiszen állandóan kék az arca. Némelyek soha se szokják meg, mondotta Joachim mindjárt az első nap. És ez úgy volt. És valóban Hans Castorp érezte is. Mert a tarkó remegés sem akart elmúlni, amely nem sokkal fölérkezése után kezdte bosszantani.
járás, meg beszélgetés közben, sőt, idefen a padon, kaland komplexumán való elmélkedéseken, kéken viruló színhelyén is mindúttalan jelentkezett, el annyira, hogy már állandó szokásá lett az öreg Hans Lorenz Castor méltóság teljes áltámasza, amely őt magát is miközben alkalmazta nagyatya Vater Mörder galériára, a tisztes Fodor gallér átmeneti pótváltozatára, a keresztelő tál halvány arany kerekségére, a jámbor ük-ük hangra, és még egyéb kapcsolatokra emlékeztette titkosan, és eképpen további ösztönzést adott rá, hogy végig gondolja életét. Svislav Hippe már nem jelent meg előtte valóságosan, mint akkor, 11 hónappal azelőtt. Aklimatizációja befejeződött, már nem voltak látomásai, nem feküdt mozdulatlanná lefokozott testtel a padon, míg énje egy távoli jelenben időzött, semmi eféle nem történt. Az emlékkép élessége, elevensége, ha felbukkant, normális, egészséges határok közt maradt, ezzel kapcsolatban aztán Hans Castor olykor előhúzta mellzsebéből az üvegből való búcsú ajándékot, amelyet ott hordott a tárcájában, abban is egy bélelt borítékban. Az üvegtáblácska, ha az ember a föld felé tartotta feketén, átlátszatlanul tükrözött. És ha égnek emelték, megvilágosodott és humanista jelenségeket mutatott, az emberi test átlátszó képét, bordázatot, szívet, mellhártya ívet, meg tüdőfújtatót, hozzá kulcs és felső karcsontot, és mindezt halvány, ködös burok vette körül. A hús, amelyet Hans Castor farsang hetében esztelen módon megízlelt. Nem csoda, hogy könnyen mozgó szíve elakadt, majd neki iramodott, amikor az ajándékot szemügyre vette, és azután újra nekiállt, hogy mindent rendezzen és átgondoljon. A pad durván ácsolt támlájának dőlve, karját keresztbe fonva, fejét vállára hajtva, a hegyi patak zúgásának hangjára és a kéken virágzó harangláb tenyészetében gyönyörködve. A szerves élet magasztos képzelete, az emberi alak lebegett előtte, mint ama hideg, csillagos téli éjszakán. Tudós kutatásai alkalmával és a képlet belső szemléletével számos olyan kérdés és megkülönböztetés vetődött fel a fiatal Hans Castor elméjében, amellyel foglalkozni a derék Joachim nem volt köteles. Hans Castor azonban, mint civil mostanság felelősnek érezte magát problémákért, noha len, a síkföldön ő sem látta meg őket, és valószínűleg sohasem látta volna meg, de annál inkább megpillantotta idefen, ahol az ember 5000 láb szemlélődő magányából tekint le a világra és teremtményeire, és elgondolkozik rajtuk. Nyilván hozzájárult ehhez a test bizonyos oldódó mérgek okozta felfokozottsága, amely száraz forróságként éget arcában. Szemlélődésével kapcsolatban Settembrini is fölmerült gondolataiban a pedagógus kintornás, akinek apja Hellasban látta meg a napvilágot, és aki a magasztos képlet iránti szeretetet politikának, lázadásnak, ékes szólásnak értelmezte, és a polgár dzsidáját az emberiség oltárán akarta megszentelni. Krakowski bajtárs is fölmerült benne, meg az, amit egy idő óta a homályos pinceszobában együtt üztek, elgondolkozott az analízis kettős arculatán azon, ahogy erről beszéltek, hogy mennyiben használ a tettnek és a haladásnak, mennyiben rokona a sírnak és a sír gyanús anatómiájának.
felidézte magában egymás mellett és egymással szembeállítva a két nagyatya képét, a lázadót és a hűségest, akik mind a ketten talpig feketében jártak, noha különböző okokból, és mérlegelte méltóságukat, eltöprengett olyan bonyolult komplexumokon, aminő a forma és a szabadság, a szellem és a test, a becsület és a gyalázat, az idő és az örökké valóság, és múló, de heves szédülés fogta el arra a gondolatra, hogy a harangláb újra virágzik, és az esztendő önmagába zárul. Furcsa szót talált erre a felelősség érzettől átfűtött elmélkedésre magánya festői helyén. Uralkodásnak nevezte ezzel a gyermekkori játékaiból felbukkanó szóval jelölte időtöltését, amelyet szeretett, noha riadalommal, szédüléssel és szívizgalmakkal járt, és arca égését mértéktelenül fokozta. Mégis eléggé helyén valónak érezte, hogy az elme tevékenységével járó erőfeszítés rákényszerítette az áltámasz alkalmazására, mert ez a tartás jól illett ahhoz a méltósághoz, amellyel az uralkodás és az előtte lebegő magasztos képlet szemlélete érzése szerint belsőleg felruházta. Homo Deinek nevezte a rút, nafta, a magasztos képzeletet, amikor az angol társadalom tudományi tanúk ellen védelmezte. Csodálhatjuk-e ezután, hogy Hans Castorp civil felelősség érzetében és uralkodói érdekből indítatva érezte magát, hogy a kis embert Joachimmal együtt meglátogassa. Settembrini ezt rossz szemmel nézte. Hans Castorp elég ravasz és eléggé vékony bőrű volt hozzá, hogy ezt világosan megérezze. Már megismerkedésük is kellemetlen volt a humanistának. Szemlátomást megpróbálta megakadályozni. Pedagógiai érdekből meg akarta óvni a fiatal embereket, elsősorban őt magát, Hans Castorpot. Így állapította meg magában az agyafúrt, féltett gyermek. Nafta ismerettségétől noha Settembrini a maga részéről érintkezett és mutatkozott vele. Na hát, ilyenek a nevelők. Maguknak megengedik az érdekességet, mert állítólag fel vannak vértezve ellene. A fiatalságnak azonban tiltják, és azt kívánják, hogy ne érezzék magukat felvértezve ellene. Szerencse, hogy a kintornásnak voltaképp egyáltalában nem volt hozzá joga, hogy Hans Castorpnak valamit megtiltson, és nem is tett erre komoly kísérletet. A féltett növendéknek elég volt eltaggadnia vékony bőrét, és értetlenséget színlelnie. Akkor már nem akadályozta benne semmi, hogy örömest elfogadja a kis nafta meghívását, és ezt meg is tette, kénytelen, kelletlen csatlakozó unokaöcsével egyetemben, néhány nappal megismerkedésük után, egy vasárnap délután, a nagy fekvő kúra után. Néhány perces út volt csupán a Berghoftól le, a fűszer szám árus házikójának vadszőlő koszorúzta kapujái. Beléptek, jobbra elhagyták a szatócs üzlet bejáratát, és felkapaszkodtak a keskeny barna falépcsőn az emeleti ajtóig, amelynek csengője mellett csak Lukacsek női szabó névtábláját találták. Csengetésükre amolyan Libéria félébe, csíkos kabátba, lábszárvédőbe öltözött kamasz fiúcska nyitott ajtót, kurtára nyírott hajú, almaképű kisinas. Nafta professzor úr felől kérdezősködtek nála, és nem lévén náluk névjegy, többször elismételték nevüket. A suhanc ment, hogy bejelentse őket Nafta úrnál, címet nem használt. A bejárata szemben levő ajtó nyitva állt. Beláttak a szabó műhelybe, ahol Lukacsek az ünnep ellenére törökülésben kuksolt az asztalon
és vart. Sápat, kopasz ember volt, feltűnő nagy, lekonyuló orra alatt fekete bajusz lógott le, savanyúan, szája két oldalán. Jó napot kívánok! Köszönt be Hans Kastor. Grüezi! Köszönt vissza a szabó tájszólásban, noha a svájci németség sem nevéhez, sem külsejéhez nem illett. És kissé furcsán, hamisan csengett szájából. Ilyen szorgalmas, kérdezte Hans Kastor bólogatva, hiszen ma a vasárnap van. Sürgős munka, vetette oda Lukacsek Kurtán, és tovább öltögetett. Biztosan valami finom estéi holmi, találgatta Hans Kastor. Ami sürgősen kell egy alkalomra. A szabó nem válaszolt mindjárt a kérdésre, leharapta a szálat, és újra befűzte. Csak azután bólintott. Szép lesz, kérdezte tovább Hans Kastor. Újat is var bele? Igen, újja is lesz. Öregnek csinyálom. Válaszolta Lukacsek erős cseh kiejtéssel. A kisinas visszatérte, szakította félbe, az ajtón át folytatott társalgást. Nafta úr kéreti az urakat, mondta a suhanc, és kitárta előttük a két-három lépéssel ott déb, jobbra nyíló ajtót, amihez még egy földig omló függönyt is félre kellett hajtania. A belépőket Nafta fogadta, szalagos körömcipőben állt, mohazöld szőnyege. Az unokatestvéreket meglepte, sőt valósággal elvakította a két ablakos dolgozószoba fényűző berendezése, mert a szegényes házikó, a szűk lépcső, a nyomorúságos előtér semmiképp sem sejtett e félét, és a kontraszt hatás valósággal meseszerűnek láttatta Nafta szobájának előkelőségét, holott magában véve nem volt az. És máskor Hans Kastor meg Joachim sem igen láttak volna benne mást. Minden esetre finom, sőt fényes volt a berendezés, mégpedig olyan módon, hogy az íróasztal és a könyvszekrények ellenére sem igen illett valahogy az úri szoba jellegéhez. Igen sok volt a sejem, borvörös, meg bíborvörös sejem. Ebből készültek a hitvány ajtókat eltakaró függönyök, az ablakok oldalfüggönyei és a párnázott garnitúra húzatai, mely a szoba egyik keskeny végében a másik ajtóval szemben az egész falat borító goblen szőnyeg előtt állt. Karfájukon kicsiny párnát viselő barokk karószékek csoportosultak a fémveretes kerek asztal köré, és az asztal mögött sejem plüss párnákkal dúsan megrakott, hasonló stílusú kanapé volt. A két hosszú falat az ajtóik könyvszekrények foglalták el, amelyek csak úgy, mint a két ablak között félreállított íróasztal, vagy helyesebben domború gördülő tetővel ellátott szekreter, mahagóniból készültek, és az üveg ajtajukra belülről zöld sejem függöny feszült. A sarokban pedig a kanapé garnitúrától balra műtár díszelget, vörös bársony talapzatra állított festett faszobor, megrendítő és ijesztő, egy péta, a groteszkség határát súroló együgyű és hatásos, a szűzanya fejkötősen, fájdalmasan összevont szemöldökkel, Ferdén jajveszékelésre tátott szájjal tartotta ölében elkínzott fiát, egy arányaiban primitíven elhibázott figurát, amelynek túlzottan kidolgozott anatómiája, tudatlanságról tanúskodott, lecsüngő fején hatalmas tövis koszorú égtelenkedett, arcán tagjain vérfoltok,
Vércseppek látszottak, oldalsebéből vastag fürdben csordult az alvat vér, kezén, lábán meglátszott a szögek nyoma. Ez a szembetűnő darab természetesen egészen különös hangulatot teremtett a csupa selyem szobában. A tapéta, mely csupán, a könyvszekrények fölött, meg az ablakos falon látszott, nyilván szintén a bérlő ízlését dicsérte. Hosszanti csíkjainak zöldje összhangban volt a puha szőnyegével, amely a padlóra feszített vörös nemez fölé volt terítve. Csak az alacsony mennyezeten nem lehetett segíteni. Kopár, rendezett felületét nem takarta semmi, de a középről kicsiny velencei üvegcsillár lógott. Az ablakokat földig érő vajszínű függönyök fölték. Hát, eljöttünk egy kis kollokviumra, kezdte Hans Kastor, de tekintete inkább a szoba sarkában levő szentséges torzképen függött, mint a meglepő szoba gazdáján, aki elismerően állapította meg, hogy a fiatal emberek megtartották szavukat. Kicsiny jobbjának szívélyesen tesékelő mozdulataival a selyem húzató karosszékekhez akarta vezetni vendégeit, de Hans Kastor, mint egy megbűvölten, egyenesen a szoborhoz lépett és megállt előtte, kezét csípőjére téve, fejét oldalt billentve. – Mi ez? – kérdezte halkan, – hiszen ez félelmetesen jó. Kilátott már ennyi szenvedést? Bizonyosan nagyon régi, ugye? 14. század, válaszolta Nafta. Valószínűleg Rajna vidéki. Úgy gondolja, hogy hatásos? De még mennyire? Válaszolta Hans Kastor. Minden bizonnyal óriási hatást tesz mindenkire, aki csak látja. Sose hittem volna, hogy valami egyszerre lehet ilyen szép, és bocsásson meg, ilyen csúnya. A lélek, a kifejezés világából fakadó művek, mondta Nafta, mindig csúnyák a szépségükben. A szépek csúnyaságukban, mert hogy ez a szabály. Szellemi szépségről van itt szó, kérem, nem a test szépségéről, amellyel menthetetlenül buta. Egyébként absztrakt is, tette hozzá. A test szépsége absztrakt. Valósága csak a belső szépségnek van, a vallásos kifejezés szépségének. Ezt igazán elismerésre méltóan is helyesen állapította, és különböztette meg, mondta Hans Kastor. 14. ismételte. Tehát 1300 valahány. Igen, ez a középkor. Annak rendje és módja szerint. Voltaképp fölismerem benne a középkornak azt az arculatát, amelyet az utóbbi időben magamnak elképzeltem. Nem sokat tudtam róla, hiszen én a technikai haladás embere vagyok, amennyire egyáltalában vagyok valami. De idefen többféle módon is közel került hozzám a középkor. Akkor még nem találták fel a gazdasági alapokon nyugvó társadalomtudományt, annyi szent. Vajon hogy hívták a művészt, aki ezt faragta? Nafta erre vállat vont. Mit számít az? Mondotta. Ne kérdezzük, mint ahogy akkor sem kérdezték, amikor keletkezett. Az eféle mestermű szerzője nem holmi csuda nagy egyéniség. Ez névtelen és közös. Egyébként erősen késői középkor, gótika. Signum mortificationis. Itt már nyomát sem leljük annak a kíméletnek, szépítésnek,
amellyel a román korszakban még kötelezően ábrázolták a keresztre feszítettet, itt már nincs királyi korona, nincs fenséges diadal a világ és a mártír halál fölött. Itt minden a szenvedést, a test gyengeségét hirdeti. A gótika ízlése csak igazán pesszimista és aszkétikus. Feltehetően nem is ismeri harmadik Ince írását, de miséria humane conditionis. Rendkívül szellemes irodalmi mű. A 12. század végén keletkezett, de az illusztrációkat hozzá csak ez a későbbi művészet szolgáltatja. Hans Castorp mélyet sóhajtott, majd így szólt. Minden szó érdekelt Herr Nafta, amit itt kiemelt. Signum mortificationis, így mondotta. No, ezt jól megjegyzem. És amit a névtelen és közös műről mondott, azon is érdemesnek látszik elgondolkozni. Sajnos helyesen feltételezi, hogy nem is ismerem a pápa írását, mert úgy sejtem, harmadik Ince pápa volt, jól értettem, hogy ez az írásmű, aszkétikus is egyben, szellemes is. Megvallom, sohasem képzeltem volna, hogy a kettő megfér egymásra. De ha jobban meggondolom, persze nagyon is meggyőző, miért ne? Egy értekezés az emberi nyomorúságról bőven nyújt alkalmat a szellemeskedésre, a test rovására. Kapható ez a mű? Ha összekaparom a latin tudományomat, talán el tudnám olvasni. Nekem megvan, felelte Nafta, és fejével az egyik könyvszekrény felé bökött. Rendelkezésére áll. De hát nem ülnénk le. A Pietát a kanapéról is láthatja. Éppen itt jön a kis uzsonnánk. A kisinas hozta a teát, hozzá csinos, ezüst veretes kosárkában, darabokra szelt fatörzset. Mögötte pedig kilépett be a nyitott ajtón, kijött be szárnyas léptekkel a teringettét accidenti felkiáltásokkal, na és finom mosolygással, nem más, mint Settembrini úr, aki egy emelettel följebb lakott, és most megjelent, hogy az urak társaságát élvezze. Kisded ablakán át, mint mondotta, meglátta az unoka fivéreket. Gyorsan befejezte az enciklopédiának éppen a keze alatt levő lapját, és azután bekéreckedett ő is vendégnek. No, mi sem természetesebb ennél. Feljogosította rá régi ismerettsége a Berghof lakókkal, meg aztán amúgy is szemlátomást élénk érintkezésben és kapcsolatban állt Naftával. Mélyen szántó vélemény különbségeik ellenére, és a vendéglátó gazda is könnyedén minden különösebb meglepetés nélkül üdvözölte az olaszt, mint közéjük tartozót. Mindez nem gátolta Hans Castorpot abban, hogy Settembrini jöttének kettős magyarázatát ne lelje. Úgy érezte, Settembrini úr egyrészt azért állít be, hogy Hans Castorpot meg Joachimot, vagyis tulajdonképpen elsősorban őt, Hans Castorpot ne hagyja magára a rút kis Naftával, hanem jelenlétével pedagógiai ellenhatást fejtsen ki. Másrészt pedig világosan látszott, semmi kifogása sincs ellene, sőt, inkább szíves örömest ragadja meg az alkalmat, hogy padlásszobácskáját egy időre felcserélje Nafta sejmes fényes szalonjával,
és ott egy szépen tálalt uzsonnát elfogyasszon, mielőtt a kosárba nyúlt, megdörzsölte sárgás kis kezét, melynek külső oldalát a kisúj fölött fekete szőr borította, és aztán elismerő szavakba öntött, leplezetlen élvezettel fogyasztotta. A fatörzs csokoládé erekkel átszőtt, keskeny hajlott szeleteit. A társalgás továbbra is a piéta körül forgott, mivel Hans Castorp szóval pillantásra kitartott a tárgynál, és most már Settembrini úrhoz fordult, megpróbált, mint egy kritikai kapcsolatot teremteni közte és a műalkotás között. Holott a humanista arcáról eléggé világosan leolvashatta, mennyire iszonyodik ettől a szobadísztől. És amikor egy pillanatra visszafordult feléje, mert eredetileg mindjárt háttal ült le hozzá. Túlságosan udvarias volt sem, hogy mindent kimondjon, amit magában gondolt. Így arra szorítkozott, hogy a csoport arányainak, az egyes alakoknak a hibáit elemezze. E vétségek a természeti hűség ellen korántsem indítják meg, magyarázta. Mivel nem egy régi kor kezdetlegességéből, tudatlanságából fakadnak, hanem rossz szándékból, alapvetően ellenséges principiumból. És Nafta ebben kajánul igazat adott Settembrini úrnak. Úgy van, szó sem lehet itt technikai ügyetlenségről, hanem egészen másról van szó. A szellem tudatosan emancipálja magát a természetestől, és azzal, hogy megtagadja tőle az alázatot, vallásosan hirdeti annak megvetendő voltát. Midőn azonban Settembrini a természetnek és a természet tanulmányozásának elhanyagolását tévejgésnek bélyegezte, és ropogó szavakkal kikelt az abszurd formátlanság ellen, melynek a középkor és az azt utánzó korszakok hódoltak, felmagasztalván vele szemben a görög-római örökséget, a klasszicizmust, a formát, a szépséget, az értelmet, a természetnek örvendő derűt, mert csupán csak ezek vannak hivatva előbbre vinni az emberiség ügyét. Hans Castorp is belé elegyedett a vitába, és megkérdezte, hogy a dolgok ilyettén állása mellett mit szóljunk akkor Plotinoshoz, aki kimutathatóan szégyelte testét. No és Voltairehez, aki az értelem nevében fellázadt a lisszaboni botrányos földrengés ellen. Abszurd. Igen, ez is abszurd volt, de ha jól meggondoljuk, szerény nézete szerint az abszurdot épp úgy nevezhetjük szellemileg tiszteletre méltónak, és a gótikus művészet elfordulása a természettől talán épp olyan tiszteletre méltó volt, mint Plotinosz meg Volter magatartása. Mert ugyanaz a fátumtól és faktumtól való függetlenség fejeződik ki benne, és ugyanaz a lázadó büszkeség, mely nem hajlandó szolgai módon behódolni az értelmetlen hatalom, mármint a természet előtt. Nafta hahotában tört ki, mely erősen emlékeztetett az említett repet tányérra, és a végén köhögésbe fúrt. Settembrini pedig előkelően rászólt Hans Castorpra. Szellemeskedésével bajt okoz házigazdánknak, tehát háládatlannak bizonyul ezzel a remek süteménnyel szemben. Igazán nem is tudom, van-e egyáltalában érzéke a halálhoz. Megjegyezvén ehhez a
Hála pedig szerintem abban áll, hogy az ember jóra használja a kapott adományokat. Majd mivel Hans Castorp elszégyelte magát, elbűvölő kedvességgel hozzátette. Magáról mindenki tudja, hogy nagy kópé, mérnök úr. Ha baráti módon csúfolódik is, én azért egy pillanatig sem vonom kétségbe, hogy szereti a jót. Természetesen maga is tudja, hogy tiszteletre méltónak a szellem lázadását a természetes ellen csak is akkor nevezhetjük, ha és amennyiben az ember méltóságát és szépségét tartja szem előtt, ellenben semmiképp sem mondható tiszteletre méltónak az olyan lázadás, amely ha nem is kívánja, de minden esetre maga után vonja ennek lealjasulását, megbecstelenítését. Tudja azt is, minő embertelen rémtetteket, minő vérszomjas türelmetlenségeket szült akkor, amelynek az a háta mögött levő produktum a létét köszönheti. Elég, ha az eretnek nyomozó bírák szörnyű típusára teszem egy marburgi Konrad véres alakjára emlékeztetem. A papság örjöngő dühére minden ellen, ami szembeszegült a természet fölötti uralmával. Nem, nem, magának esze ágában sincs, hogy a kardot és a mágiát az ember szeretet eszközének ismerje. Ellenben, vágott a szavába Nafta, igenis az ember szeretet jegyében dolgozott az a gépezet, amelyel a konvent a világot megtisztította a rossz állampolgároktól, minden egyházi büntetést, a mágiát is, a kiközösítést is azért szabták ki, hogy a lelkeket megmentsék az örök kárhozattól. Ezt pedig a jakobinusok pusztító dühéről éppenséggel nem lehet elmondani. Ezért hát engedtessék meg nekem az a megjegyzés, hogy mindenfajta kín és vérbíráskodás, mely nem a túlvilági hitből fakad, vadállati és értelmetlen. Ami pedig az ember megbecstelenítését illeti, ennek története pontosan egybeesik a polgári szellem történelmével. Reneszánsz, felvilágosodás, a 19. század természettudományos és közgazdasági fejlődése semmit, az ég világon semmit sem hagytak ki tanításaikból, ami valamiképp alkalmasnak látszott ennek a megbecstelenítésnek a továbbfejlesztésére. Kezdve az új asztronómián, amely a mindenség középpontját, a fenséges porondot, hol Isten és a sátán harcol a mindkét részről hőn áhított teretmény lelkéért, tehát földünket jelentéktelen kis bolygó csillaggá fokozta le, és egy időre véget vetett az ember a nagyszerű kozmikus helyzetének, amely egyébként az asztrológia alapjául is szolgált. Egy időre? Szettebrini úr maga is, ahogy ezt a kérdést alamuszin ugrásra készen föltette, olyasféle arcot vágott, mint egy eretnek nyomozó bíró vagy tán inkvizítor, aki csak arra vár, hogy a vallomástevőt kétségtelenül büntetendő nyilatkozaton kapja. Úgy van, néhány száz esztendőre, hagyta helyben Nafta higgadtan. A skolasztika becsületének megmentése, ha nem csalódom, e tekintetben is küszöbön áll, már is javában folyik.
Ptolemaiosz legyőzi Kopernikust. A heliocentrikus nézet hova tovább? Olyan szellemi ellenállásba ütközik, uraim, melynek vállalkozásai valószínűleg célra vezetőnek bizonyulnak. A tudomány filozófiailag rákényszerül majd, hogy a földet visszahelyezze minden tisztességébe, amelyet az egyházi dogma meg akart őrizni a számára. Hogyan? Hogyan? Szellemi ellenállás filozófiailag rákényszerül? Célra vezető? Miféle voluntarizmus beszél magából? Hát az elfogulatlan kutatás, a tiszta megismerés, az igazság, uram, amely oly szoros kapcsolatban van a szabadsággal, amelynek vértanúit hiába próbálja a föld meggyalázóinak odaállítani, mert bolygónknak mindenképp örök díszéül szolgálna. Settembrini úr lesújtóan tudott kérdezni. Kihúzta magát, emelt fővel, egyenes derékkal ült, és úgy zúdította le tisztes szavait a kis naftára, a kérdés végén pedig olyan erélyesen emelte fel hangját, hogy világosan érződött. Bizonyos benne, hogy ellenfele mindenre nem válaszolhat egyébben csupán megszégyenült hallgatással. Egy szelet fatörzset tartott a kezében, mi alatt beszélt, de azután visszatette tányérjára, mert e nagy jelentőségű kérdés felvetése után nem akart beleharapni. Nafta kellemetlen nyugalommal válaszolt. Kedves barátom, tiszta megismerés nincsen. Elvitathatatlanul helytálló az az egyházi tantétel, amely Augustinus mondatában összefoglalva így hangzik. Hiszek, hogy megismerhessek. A hit, kérem, a megismerés orgánuma, az értelem, ugyan, az másodlagos. A maga elfogulatlan tudománya, mítosz, egyszerűen mítosz. Mindenütt van hit, világnézet ide vagy oda. Nos, röviden, valamilyen akarat, és az értelem dolga, hogy ezt megvitassa és igazolja. Mindig és minden esetben a quod erat demonstrandumról van szó. Már a bizonyíték fogalma is lélektanilag nézve erős, voluntarisztikus elemet tartalmaz. A 12. 13. század nagy skolasztikusai egyetértettek abban a meggyőződésükben, hogy nem lehet igaz a filozófiában, ami téves a teológia szerint. Na, ha akarja, hagyjuk ki a játékból a teológiát. De az olyan humanizmus, amely nem ismeri el, hogy a természettudományban nem lehet igaz, ami a filozófia szerint téves, semmiképp sem nevezhető, kérem, humanizmusnak. A Szent Officium legfőbb érve Galilei ellen az volt, hogy tételei filozófiai abszurdumok. Ennél döntőbb érvelés pedig nincsen. És a mi szerencsétlen nagy Galileink érvei mégiscsak átütőbbnek bizonyultak? Nem, nos, beszéljünk komolyan, professzor. Válaszoljon nekem itt e két áhítatosan figyelő fiatalember előtt egy kérdésre. Hisz-e egy igazságban, objektív, tudományos igazságban, amelyre törekedni az erkölcs legmagasabb rendű parancsa?
és amelynek a tekintélyen aratott győzelmei az emberi szellem diadalainak történelmét alkotják. Hans Castor és Joachim Settembrinitől Nafta felé fordították a fejüket, az előbbi gyorsabban, mint a második. Nafta pedig így válaszolt. Ilyen győzelem nem elképzelhető, mert a tekintély, az ember érdeke, a méltóság, a üdvösség és a tekintély és az igazság között nem képzelhető el ellentét. Hát a kettő mégiscsak egybeesik. Úgy, az igazság ezek szerint. Igaz az, ami az embernek üdvös. Az emberben összefoglaltatik a természet. A természetben csak ő van teremtve, az egész természet pedig az ő számára van teremtve. Az ember a dolgok mértéke, üdvössége az igazság kritériuma. Az olyan elméleti megismerés, amely gyakorlatilag nem vonatkozik az üdvösség eszméjére, annyira érdektelen, hogy minden igazság értéke tagadandó és eltiltása tanácsos. A keresztény századok teljesen egyetértettek abban, hogy a természettudományok emberi szempontból mennyire jelentéktelenek. Lactantius, akit Nagy Konstantinus fia nevelőjéül választott, egyenesen felveti a kérdést, milyen boldogságot nyer vele, ha tudja, hol ered a Nílus, vagy mit fecsegnek az égről a fizikusok. Nos, erre feleljen Lodovico. A platoni filozófiát is azért részesítették előnyben az összes többi felett, mert nem a természet megismerésével, hanem Isten, jól hallotta, Isten megismerésével foglalkozik. Nos, biztosíthatom afelől, az emberiség a legjobb úton van, hogy visszatérjen ehhez a nézőponthoz, és belássa. Nem feladata az igazi tudománynak, hogy áldatlan ismeretek után fusson, hanem az a feladata, hogy az ártalmasat, vagy akár csak eszmeileg jelentéktelent, elvileg kiírtsa, egy szóval kifejezve, ösztönt, mértéket, válogatást érvényesítsen. Gyerekes nézet azt hinni, hogy az egyház a sötétséget védelmezte a világosság ellen. Háromszorosan helyesen tette, hogy büntetendőnek nyilvánította a dolgok ismeretére való ellenfogulatlan törekvést, vagyis az olyan törekvést, amely nincs tekintettel a szellemiekre, az üdvösség elérésére, ami az embert sötétségbe vezette, és egyre mélyebben viszi a sötétségbe, az épp ellenkezőleg. Az elfogulatlan, a filozófikus természettudomány. Olyan pragmatizmust hirdet itt, mondta Settembrini, amelyet csak át kell vinni politikai térre, hogy feltáruljon egész kártékony mi volt. Jó, jó, igaz és helyes az, ami az állam javára válik. Az állam üdvössége, méltósága, hatalma, az erkölcs kritériuma. Szép. Ezzel kitártuk az ajtót minden bűn előtt, ami az emberi igazság, az egyéni méltányosság, a demokrácia pedig elbújhat a föld alá. Azt ajánlom, próbáljunk meg logikusan gondolkodni, válaszolta Nafta. Vagy igaza van Ptolemaiosnak, és a skolasztikusoknak, és a világ véges, térben és időben. Akkor pedig az istenség transzcendens. Isten és a világ ellentéte fennáll, és az ember is dualisztikus lény. Lelkében
Az érzéki küzd az érzék felettivel, ez a probléma. És minden társadalmi kérdés csak sokkal utóbb, második helyen következik. Csakis ezt az individualizmust ismerem el következtetésnek. Vagy pedig a maga reneszánsz csillagászai találták meg az igazságot, és a kozmosz végtelen. Akkor pedig nincs érzék fölötti világ, nincs dualizmus. A túlvilág egyszerűen beleolvad az evilágiba, Isten és a természet ellentéte elesik, és ebben az esetben az emberi lélek már nem hadszintere két ellenséges principiumnak, hanem harmonikus és egységes. No, akkor pedig az ember belső konfliktusa csupán csak az egyéni és közösségi érdekek összecsapásán alapszik, és az állam érdeke jó pogány módra erkölcsi törvényé emelkedik. Vagy az egyik, vagy a másik. Tiltakozom! Tiltakozom! Kiáltott fel Settembrini, és teás csészéjét kinyújtott karral a vendéglátó gazdájuk elé tartotta. Tiltakozom az ellen a ráfogás ellen, hogy a modern állam az egyéniség sátáni leigázásával egyértelmű. Harmadszor is tiltakozom. Tiltakozom mégpedig a poroszság és a gótikus reakció gyilkos alternatívája ellen, amely elé mindenáron állítani akar. A demokrácia értelme, kérem szépen, és célja nem más, mint minden némű állami abszolutizmus individualisztikus korrekciója. Igazság, meg igazságoság, az egyéni erkölcs korona ékszerei, és ha összeütközésbe kerülnek az állam érdekeivel, olykor még állam ellenes hatalmak színében is feltűnhetnek, holott valójában az állam mégiscsak magasabb. Nos, mondjuk így, a földön túli javát tartják szem előtt. A reneszánsz, mint az állam istenítésének eredete. Hogyan? Micsoda tótágast álló logika? A reneszánsz és a felvilágosodás vívmányait, így mondom, szófejtő hangsúlyozással vívmányait, úgy hívják, kérem, hogy egyéniség, emberi jogok és szabadság, szabadság. Hallgatói megkönnyebbültek, mert eddig visszafojtották lélegzetüket Settembrini úr nagy replikája alatt. Hans Castorp nem állta meg, hogy tenyerével ne csapjon az asztal szélére, bár tartózkodom. Brilliáns, brilliáns, mormolta maga elé, és Joachim is rendkívül elégedetnek látszott. Noha a poroszság ellen is esett egy-két szó. A következő pillanatban azonban már megint az éppen visszavert ellenfél felé fordultak, Hans Castor olyan lelkesen, hogy könyökét az asztalra, állát öklére támasztotta, nagyjából úgy, mint a kismalac rajzolásnál, és így nézett Nafta úr arcába, közvetlen közelből, feszült érdeklődéssel. Nafta ott ült, csendesen, élesen, sovány kezét ölébe téve, így szólt. Megpróbáltam logikát vinni beszélgetésünkbe. Maga pedig fellengzőségekkel válaszol, hogy a reneszánsz hozta a világra mindazt, amit általában liberalizmusnak, individualizmusnak, polgári humanizmusnak neveznek? Ezt magamtól is tudtam. Szófejtő hangsúlyozása azonban hidegen hagy, mert eszményeinek vívó és vívódó,
heroikus korszaka réges-rég leáldozott. Ezek az eszmények már halottak, vagy legalábbis halódnak. És a lábak, amelyek végleg eltapossák őket, már a küszöbben állanak. Ha nem csalódom, maga Faradalmárnak nevezi magát. De ha azt hiszi, hogy az eljövendő forradalmak eredménye a szabadság lesz, nos, akkor erősen téved, nagyon is téved. A szabadság elve az utóbbi 5 évszázadban beteljesült, és túl is élte magát. Az a pedagógia, amely ma is még a felvilágosodás leányának tudja magát, és a bírálatban, az én felszabadításában és ápolásában, az abszolút körülhatárolt életformák feloldásában látja művelő és nevelő eszközeit. Na, az ilyen pedagógia hozhat ugyan még átmeneti, hangsúlyozom, átmeneti rétori sikereket. No, de a hozzáértő szemében kétség sem férhet elmaradottságához. Minden valóban nevelő célú testület elejétől fogva tudta, hogy valójában mindenkor és minden pedagógiában miről van szó? Az abszolút érvényű parancsról, a vas szilárdságú kötöttségről, fegyelemről, áldozatról, az én megtagadásáról, az egyéniség erőszakos elfojtásáról, végül szeretetlenül félre érti a fiatalságot, aki azt hiszi, hogy a szabadságban leli kedvét. A legnagyobb öröme az engedelmesség. Joachim erre kihúzta magát. Hans Castor pedig elpirult. Settembrini úr izgatottan pödörgette szép bajszát. Nem, nem, folytatta Nafta. Korunk titka és parancsa nem az én felszabadítása és kifejtése, amit korunk kíván, amire szüksége van, és amit megteremt majd magának. Az a terror. Az utolsó szót halkabban ejtette ki, mint mindazt, ami megelőzte. Nem is mozdult, csak szemüvegének lencséje villant meg. Mind a hárman, akik hallgatták, összerezzentek, még Settembrini is. De aztán csak hamar mosolyogva összeszedte magát. És ugyan szabad kérdeznem, kezdte, hogy kit vagy mit, amint látja, csupa kérdés vagyok. Azt sem tudom, hogyan kérdezzek, vagy hogy kit vagy mit képzel el, mint ennek a, nem szívesen ismétlem a szót, mint ennek a terrornak a hordozóját. Nafta csendben ült, élesen, szinte villogva. Majd így szólt. Szolgálatára. Nos, azt hiszem, nem tévedek, ha felteszem, hogy egyetértünk abban az elképzelésben, hogy az emberiség valaha, hangsúlyozom, valaha ideális állapotban élt, állam és hatalom nélküli állapotban, közvetlen Isten gyermekség állapotában, ahol nem volt sem uralom, sem szolgaság, sem törvény, sem büntetés, sem jogtalanság, sem testi közösség, sem osztálykülönbség, sem munka, sem tulajdon, hanem egyenlőség, testvériség, erkölcsi tökéletesség. Helyes, helyes, helyes. Igen, igen, ezzel egyetértek, jelentette ki Settembrini.
Egyetértek, kivéve a testi közösséget, amelynek nyilván mindenkor meg kellett lennie, mivel az ember magas fejlettségű gerinces állat, és éppen úgy, mint más élő lények. Ahogy gondolja, megállapítom tehát, hogy elvileg egyetértünk ezen a ponton, kezdetben Istentől közvetlenül függő, jog nélküli, paradicsomi állapotunk felől, amelynek a bűnbe esés vetett véget. Talán még egy darab úton egymás mellett haladhatunk. Tudni illik, az államot visszavezethetjük egy a bűnnel számoló, a jogtalanság ellen védelmül kötött társadalmi szerződésre, és ebben látjuk az uralkodói hatalom eredetét. Benissimo, benissimo, kiáltott fel Settembrini. Társadalmi szerződés. Ez a felvilágosodás, kérem, ez Rousseau? No, nem hittem volna. Kérem, de utunk itt elválik, mert abból a tényből, hogy a hatalom és az uralom eredetileg a népé volt, és a nép e törvényhozói jogát és minden hatalmát átruházta az államra, az uralkodóra, a maga iskolája mindenek előtt a nép forradalmi jogait vezeti le, a nép elsőbségét a királyság felett. No de mi? Ezzel szemben mi? Gondolta Hans Castorp érdeklődve. Ki az a mi? Feltétlenül meg kell kérdeznem később Settembrinit, hogy mit és kit ért Nafta, amikor azt mondja, hogy mi? Nos, mi a magunk részéről? Folytatta Nafta. Talán nem kevésbé forradalmi módon, mint maguk. Ebből mindenkor és mindenek előtt az egyház elsőbségére következtettünk a világi állam fölött. Mert ha az államnak nem is volna homlokára írva, nem isteni mi volt, elegendő lenne egy utalás erre a történelmi tényre, hogy, nos, tudni illik. A nép akaratára vezethető vissza, és nem isteni alapításra, mint az egyház. Egy utalás elegendő lenne hozzá, hogy bebizonyítsa, az állam, ha nem is gonosz, de minden esetre a szükség és a bűnös tökéletlenség alkotása. Az állam, uraim! Tudom, hogyan vélekedik a nemzeti államról. Mindenek fölött való a honszeretet és a dicsőség szomjúhozása, mondja Vergilius. Maga ezt kiegészíti némi liberális individualizmussal, és ez a demokrácia. De ez nem érinti alapvető állásfoglalását az állammal szemben. Ja, hogy az állam lelke, a pénz szemlátomást nem bántja. Vagy talán tagadná? Az ókor kapitalisztikus volt, mert az államot istenítette. A keresztény középkor fölismerte a világi állam immanens kapitalizmusát. Császár legyen a pénz. Ez a jóslat a 11. századból származik, kérem. Értették? A 11. századból. Nos, remélem nem tagadja,
hogy ez szó szerint bekövetkezett. No, és az élet ezzel teljességgel, az ördög élet. Nem. Kedves barátom, a magáé a szó. Türelmetlenül várom, hogy megismertessen a nagy ismeretlennel, a terror hordozójával. Hát igen, mondhatom, a vakmerő kíváncsiság egy olyan társadalmi osztály szószólójától, mely annak a szabadságnak a hordozója, amely, kérem, tönkre tette a világot. Szükség esetén lemondok ellenvetéseiről, mert ismerem a polgárság politikai ideológiáját. Céljuk a demokratikus impérium, a nemzeti államelv univerzálissá fokozása, a világállam. Ennek az impériumnak a császára? No, jól ismerjük. Elrettentő a maga utópiája. És mégis, ezen a ponton, bizonyos tekintetben ismét összetalálkozunk, mert a maga kapitalista világköztársaságában föltétlenül van valami transzcendens. Igen, a világállam, a világi állam transzcendenciája. És egyetértünk abban a hitben, hogy az emberiség kezdeti tökéletes állapotának egy a szemhatár távolában felködlő, tökéletes végső állapot felel meg. Tudja, a Nagy Gergelynek, a Civitas Dei megalapítójának napjai óta az egyház hivatásának tekintette, hogy az embert visszavezesse Isten uralma alá. A pápa uralmi igényét nem önmagáért támasztották. Diktatúrája igazából helyettesítés volt, eszköz és út a megváltás céljához. Átmenet a pogány államból a mennyei birodalomba. Maga ezeknek a tanulni vágyoknak, az egyház véres tetteiről, büntető türelmetlenségéről beszélt. Ugyan, kérem, ez balgaság. Balgaság, mert az istenes buzgalom nyilván nem lehet pacifista. És maga Gergely mondotta. Átkozott légyen, aki kardját visszatartja a vértől. Tudjuk, igen, tudjuk, kérem, hogy a hatalom az rossz. De jó és rossz, túlvilág meg evilág, szellem és hatalom dualizmusát, ha azt akarjuk, hogy eljöjjön az ország, átmenetileg meg kell szüntetni. Egyesíteni kell egy principiumban, mely magába foglalja az aszkézist és az uralmat. Ezt nevezem én a terror szükségszerűségének. Na, és a hordozója? A hordozója? Nos, nos. Még kérdi? Ez a manchesterizmusa annyira elfogultá teszi, hogy nem is vette észre egy társadalmi tan létezését, amely emberi síkon legyőzi az ökonomizmust, és alapelvei, céljai pontosan megegyeznek a keresztény Civitas Deivel. Tudja, az egyház atyák, az enyém, tiedet kárhozatos szavaknak, a magántulajdont rablásnak és bitorlásnak bélyegezték. Elvetették a birtoktulajdont, mert az isteni természet jog szerint a föld mindenkié.
Közös, kérem, közös. És ezért gyümölcseit is mindenki közös hasznára termi. Azt tanították, hogy a tulajdon jogot, csak a kapzsiság a bűnbeesés egyik következménye védelmezi. És ez teremtette a magántulajdont. Voltak olyan humánus, olyan Kalmár ellenes lelkületűek, hogy minden némű gazdasági tevékenységet általában veszélyesnek mondottak. Az ember lelki üdvösségére, azaz az emberiségre, kérem, az egész emberiségre nézve. Gyűlölték a pénzt, a pénzügyleteket, a kapitalista gazdagságot, a pokol lángjait szító tüzelő anyagnak nevezték. Lelkük mélyéből megvetették azt a gazdasági alaptörvényt, hogy az ár, a kereslet és a kínálat arányának eredménye minden némi konjunktúra kihasználását kárhoztatták, mint fel a barátunk szükséghelyzetének cinikus kizsákmányolását. Volt azután a szemükben még gazabb kizsákmányolás. Tudni illik, az időjé, az a visszásság, hogy valaki az idő puszta múlásáért prémiumot fizettesse magának, vagyis kamatot, és így módon az időt, ezt az egyetemes és isteni berendezést az egyiknek kárára, a másiknak pedig előnyére használja ki. Benissimo! Benissimo, kiáltott fel Hans Castorp. Lelkesedésében Settembrini úr helyeslő formulájával élve. Az idő egyetemes, isteni berendezés, nos ez tényleg rendkívül fontos. Föltétlenül, mondta Nafta, és azután folytatta fejtegetését. Ezek a kiváló szellemek utálatosnak érezték a pénz öntevékeny szaporodásának, még a gondolatát is. Minden kamat és spekulációs üzletet az uzsora fogalma alá vontak, és kijelentették, hogy minden gazdag ember vagy tolvaj örököse. De még tovább is mentek. Többen közülük, így Aquinói Tamás, gyalázatos üzelemnek mondotta a kereskedelmet általában. A tiszta kereskedelmi üzletet, tehát az áru vásárlását és haszonnal való továbbadását, ha ezzel nem járt együtt, az áru valamelyes feldolgozása, megjavítása. Nem voltak hajlandók a munkát magában véve nagyon sokra becsülni, mert a munka csupán etikai és nem vallásos ügy. Az élet szolgálatában történik, és nem Isten szolgálatában. De ha már pusztán az életről és a gazdaságról van szó, akkor azt követelték, hogy a gazdasági előny feltétele és a megbecsülés mércéje a termelő tevékenység legyen. Megbecsülésre méltónak ítélték a szántóvetőt, aztán a kézművest, de nem a kalmárt, nem a manufaktúra tulajdonosát, mert azt akarták, hogy a termelés a szükséglethez igazodjék, és elítélték a tömegtermelést. Nos, mindezek a gazdasági elvek és nézetek évszázados feledés után most a kommunizmus modern mozgalmában ünneplik feltámadásukat. Teljes a megegyezés egészen az uralmi igényig, amellyel a nemzetközi munkásság, a nemzetközi kalmársággal és spekulációival szemben föllép. Mert ma a világ proletariátus állítja szemben a civitas dei kritériumait és humanitását a polgári kapitalista rothadással.
A proletariátus diktatúrája, korunk eme politikai és gazdasági üdv követelménye. Nem az önmagáért való uralom és az örökké valóság igényével lép fel. Értelme a szellem és hatalom ellentétének ideiglenes megszüntetése a kereszt jegyében, a világ megtagadása, a világ uralom útján átmenet, transzcendencia, az ország, érti? Az az ország. A proletariátus átvette Gergely munkáját. Gergely istenes lelkesedése él benne tovább, és épp oly kevését tartóztathatja kezét a vérontástól, mint ő. Hivatása a terror, a világ üdvösségére, hogy az emberiség elérje a megváltás célját, az állam és az osztály nélküli Isten gyermeke állapotot. Így szólt Nafta éles beszéde. A kis társaság pedig némán hallgatott. A fiatal emberek szeptemberinire néztek, rajta volt a sor, hogy állást foglaljon. Így szólt. Bámulatos, bámulatos. Igen, nem titkolom megrendülésemet. Ezt nem vártam volna. Róma locuta. És hogyan beszélt? Szemünk előtt végzett egy hieratikus salto mortalét, ha a jelző és a jelzett szó között van is ellentét, átmenetileg megszüntette. Ó, igen, ismétlen bámulatos. Mit gondol, professzor? Képzelhető itt egyáltalában ellenvetés? Mármint ellenvetés. A következetesség szempontjából az előbb azon fáradozott, hogy megértessen velünk egy Isten és világ kettőségére nyugvó keresztény individualizmust, és bebizonyítsa ennek elsőbségét minden politikailag meghatározott erkölcsi rend felett. Néhány perccel később pedig a diktatúráig, a terrorig viszi a szocializmust. Hogy talál ez? Az ellentétek néha találkoznak, válaszolta Nafta. Csak a középút, a félmegoldás nem vezet sehová. A maga individualizmusa, Lodovico, amint már az előbb is bátorkodtam megjegyezni, fél megoldás. Érti? Fél megoldás. Engedmény. A polgári állam erkölcsét egy kevés kereszténységgel, egy kevés egyéniség jogával, egy kevés úgynevezett szabadsággal korrigálja. Ennyi az egész. Az olyan individualizmus azonban, amely az egyes lélek kozmikus, asztrológiai fontosságából indul ki, amely nem szociális, hanem vallási, és az emberiben nem én és társadalom, hanem én és Isten, test és lélek küzdelmét látja, az ilyen valódi individualizmus jól megfér a legkötöttebb közösséggel. Névtelen és közös, vetette közbe Hans Castor. Settembrini tágra nyílt szemmel nézett rá. Hallgasson, mérnök úr, szólt rá keményen. Szigorúságát talán ideges feszültsége okozta. Okuljon, de ne nyilatkozzék. Majd ismét Naftához fordult. Nos, ez minden esetre válasz.
A kevéssé vigasztaló, de válasz. Nézzünk szembe valamennyi következménnyel. Az ipar tagadásával a keresztény kommunizmus tagadja a technikát, a gépet, a haladást. Azzal, amit kalmárságnak nevez. Pénzzel és pénzügylettel, ami az ókorban sokkal nagyobb tiszteletben állt, mint a földművelés és a kézművesség. Tagadja a szabadságot, mert hiszen világos és szembeszökő, hogy ezáltal, mint a középkorban, a földhöz, a röghöz kötődik minden köz- és magánvonatkozás. A többi közt a... megvallom, nehezemre esik kimondani. Az egyéniség is. Mert ha csak a föld táplál, akkor csupán a föld adhat szabadságot. Kézműves, paraszt, bármilyen tiszteletre méltó legyen is, ha nincsen földje, akkor jobbágya annak, aki a föld. Ténylegesen, a középkorban sokáig még a városok lakósága is jó részt jobbágyokból állt. A beszélgetés folyamán egyszer-egyszer említette az emberi méltóságot. Ennek ellenére olyan gazdasági rendszert hirdet, amely az egyéniséget szükségszerűen megfosztja a szabadságától és a méltóságától. Még sokat lehetne beszélni a méltóságról és a tudatlanságról, és aztán a méltatlanságról is, mondta Nafta. Egyelőre már azt is elég tétellel venném tudomásul, ha ezek a fejtegetések arra indítanák magát, hogy a szabadságot ne tetszetős gesztusnak lássa, hanem problémának. Megállapítja, hogy a keresztény gazdasági morál a maga szépségével, emberiességével rabszolgákat teremt. Én ezzel szemben azt állítom, hogy a szabadság ügye, a város ügye. Persze, konkrétabban is kifejezhetném. Mondjuk úgy, hogy ez az ügy, amennyire magas erkölcsi fokon áll is, történelmileg összekapcsolódott a gazdasági morál legembertelenebb elfajulásával, a modern üzérkedés és a spekuláció minden borzalmával, a pénz és az üzlet sátáni uralmával. Nyomatékosan arra kérem, hogy ne vonuljon vissza kétségek és ellentétek közé, hanem tisztán és egyértelműen valljon szint a legsötétebb reakció mellett. Az első lépés az igazi szabadság és humanizmus felé az lenne, hogy megszabaduljunk a reakció fogalmától való fogvacogtató félelemtől. Nos, elég volt, jelentette ki Settembrini úrkisé remegő hangon, miközben hátratolt a csészéjét. Tányérját, egyébként persze üresek voltak, és felállt a selyem kanapéról. Elég volt mára, elég egy napra, legalábbis úgy érzem. Köszönjük a vendéglátást, professzore! Köszönjük a rendkívül gondolatébresztő beszélgetést. Berghofbeli barátaimat hazaszólítja a kúra, én pedig szeretném nekik még megmutatni remete lakomat, mielőtt elmennek. Jöjjenek, uraim! Addio, padre! Most már egyenesen pádrénak szólította Naftát. Hans Castor felhúzott szemöldökkel vette ezt tudomásul. Senki sem tiltakozott az ellen, hogy Settembrini megbontotta a társaságot. Rendelkezett a fiatal emberekkel, és fel sem vetette a kérdést, hogy Nafta nem óhajt-e csatlakozni hozzájuk.
A fiatal emberek ugyancsak köszönő szavakat hangoztatva elbúcsúztak, és a házigazda felszólította őket, jöjjenek el újra. Aztán elindultak az olaszsal, miután Hans Castorp kölcsön kapta a De Miseria Humine Conditions című könyvet. Egy rongyos kötésű mű volt. A savanyú bajszú Lukacsek még mindig ott ült az asztalon, és az öreg hölgy ujjas estélyi toalettjét öltögette, amikor elhaladtak nyitott ajtaja mellett, hogy felkapaszkodjanak a manzárd emeletre vezető, majdnem hágcsószerű lépcsőn. Ez egyébként, ha jobban megnézte az ember, nem is volt emelet, hanem a padlás tér maga. Mennyezetét a zsindelyek belső fele alkotta, meg a csupasz gerendázat, és a nyárias pajta hangulat a meleg fa szaga töltötte be. A padlás térbe két kicsiny kamrát építettek be, és ezekben lakott a republikánus kapitalista, a két kamra volt a szenvedés szociológiája szép lelki munkatársának dolgozó, illetve hálószobája. Derűs humorral mutogatta két fiatal barátjának, meghitnek és elkülönítettnek nevezte a lakosztályt, hogy a fiatal emberek szájába adja a megfelelő szavakat, amelyeket dicséretükben alkalmazhatnak, és egyhangúan alkalmaztak is. Igazán aranyos lakás, mondták mindketten, valóban meghitt és elkülönített, pontosan, amint Settembrini úr mondja. Bekukkantottak a hálószobába, ahol a manzár sarokban, rövid, keskeny kis ágy előtt roncsszőnyeg terült a padlóra, azután visszamentek a dolgozószobába, amely ugyancsak szűkös berendezésű volt, de amellett kínos, szigorú rendben parádézott. Négy darab szalmafonatos, ódivatú otromba szék állt szimmetrikusan az ajtó két oldalán. A kanapé is a falhoz volt tolva, és a zöld terítős kerekasztal, amelyen díszül vagy üdítésül, de mindenképpen ridegen, egy vizes flaskó állt nyakára borított pohárral, így magánosan posztolt a szoba közepén. Kis fali polcon fűzött meg kötött könyvek támaszkodtak ferdén egymásnak, és a nyitott ablak előtt magas lábú, könnyű, felnyitható írópult állt. Előtte kicsiny, vastag nemez darab, épp akkora, hogy az ember lába elfért rajta. Hans Castorp egy pillanatra megállt ott, próbaképpen, Settembrini úr munkahelyén, ahol a szép irodalmat az emberi szenvedés szemszögéből enciklopédikusan feldolgozta. Könyökét a ferdelapra támasztotta, és úgy ítélte, hogy itt nagyon is meghitt, és elkülönített állás esik. Így dolgozhatott hajdanán Lodovico apja Páduában, a hosszú és finom orrú tudós, mondotta, és megtudta, hogy csak ugyanaz ő pultja az, amelynél áll. És a szalmafonatos székek, aztán az asztal, sőt a vizes karaf is, idős, Settembrini tulajdonából származik, mi több, a szalmaszékek már a Carbonaro nagyatyájé voltak, Milánó ügyvédi irodája falai díszítették. Ez nagy benyomást tett. A székek így határozottan felforgató politikai jelleget öltöttek a fiatal emberek szemében. Joachim felállt az egyikből, amelybe mit sem sejtőn keresztbe tett lábbal letelepedett, gyanakodva megnézte, és nem ült vissza. Hans Castorp pedig idősbe Settembrini írópultjánál állva elgondolkozott rajta, hogy íme, most a fia dolgozik mellette, nagyatja politikáját apja humanizmusával, a szép irodalomban egyesítvén.
Azután elindultak mind a hárman, mert a literátus felajánlotta, hogy haza kíséri az unokatestvéreket. Egy darabig hallgattak, de hallgatásuk Naftáról szólt, és Hans Castorp türelmesen várt. Bizonyosra vehette, hogy Settembrini úr szóba hozta lakótársát, sőt, egyenesen ebből a célból kísérte el őket. És ebben nem is csalódott. Az olasz nekifohászkodott, de úgy, hogy szinte nekifutással ért föl, és azután elkezdte. Uraim, óva intem magukat. Mivel szünetet tartott, Hans Castorp megkérdezte, persze, színlelt értetlenséggel. Mitől? Legalább úgy kérdezhette volna, hogy kitől. De személytelenül fogalmazta meg a kérdést, ártatlanságát bizonyítandó, holott még Joachim is pontosan tudta, hogy miről van szó. Attól a személytől, akinek ma délután vendégei voltunk, válaszolt a Settembrini. És akivel szándékom és akaratom ellenére megismertettem magukat. Amint tudják, a véletlen akarta így, nem kerülhettem el. De a felelősség érte engem terhel, és mondhatom, súlyosan terhel. Kötelességemnek érzem, hogy fiatalságukra való tekintettel legalább figyelmeztessen magukat azokra a szellemi veszélyekre, amelyek ebben a kapcsolatban fenyegetik, és egyébként arra kérjem, tartsák bölcs korlátok között a vele való érintkezést. Formája a logika, de lényege a zűrzavar. Szó, ami szó, mondta rá Hans Castorp. Az ember nem tudja mindig, hogy hányadán is van naftával. Néha furcsákat beszél össze-vissza. Valósággal úgy tetszett, mintha azt állítaná, hogy a nap kering a föld körül. De hát elvégre is, hogyan képzelhették volna, hogy nem tanácsos társadalmi érintkezésre lépni olyas valakivel, aki Settembrini úr barátja, hiszen ő maga is mondja, általa ismerkedtek meg naftával. Az ő társaságában találkoztak vele, ő, Settembrini úr, sétálni jár vele, fesztelenül lejár hozzá teázni, és ez mégis azt bizonyítja? Hogyne, mérnök úr, hogyne. Settembrini hangja nyugodtan, rezignáltan csengett. Mégis volt benne egy kis remegés. Ezt fel lehet hozni ellenem, és ezért fel is hozza. Helyes, örömest igazolom magam. Egy födél alatt élek ezzel az úrral. Találkozásunk elkerülhetetlen, egyik szó adja a másikat, összeismerkedünk. Nafta úr különben kitűnő koponya. Ez ritkaság. Vitatkozó természet, és én is az vagyok. Ítéljen el, aki akar, de én élek az alkalommal, hogy föltétlenül egyenrangú ellenféllel mérjem össze eszmei kardomat. Nincsen senkim, se közel, se távol. Egy szóval, igaz, járok hozzá, és ő is jár hozzám. Sétálunk is együtt, vitatkozunk, életre halálra vitatkozunk majd minden nap, de nem tagadom, eszméink majd kicsit ellentétesek, és ellenséges mi volt, csak annál jobban felcsigázza kívánságomat, hogy összecsapjak vele. Szükségét érzem az ingerlésnek. A meggyőződés eltompul, ha nincs alkalma a küzdelemre, és az én meggyőződésem pedig szilárd. Hogyan állíthatnák maguk ugyanezt? Akár maga hadnagyúr, akár maga mérnök úr. Maguk nincsenek még felvértezve az intellektuális káprázat ellen, és abban a veszélyben forognak, hogy ez a félig fanatikus, félig kaján
rabulisztika kárt tesz majd lelkükben, és főleg szellemükben. Bizony, bizony, helyeselt Hans Castorp, ez már igaz. Unoka öccse is, meg ő is többé-kevésbé veszélyeztetett lelkek. A régi história ez, az élet féltett gyermekeiről. Értő ezt jól, de hát ezzel szemben Petrarkát lehetne idézni. Petrarka jelmondatát, hiszen Settembrini úr tudja, meg aztán mindenképpen érdemes meghallgatni azt, amit Nafta így összehord. Meg kell adni, amit a kommunista időről mondott, melynek lefolyásáért senkinek sem dukál prémium. Az azért igazán kitűnő volt. Meg aztán nagyon érdekelte őt az is, hogy a pedagógiáról halljon egyet mást, amit Nafta nélkül valószínűleg sohasem hallhatott volna. Settembrini úr összeszorította az ajkát, és Hans Castorp ezért sietve hozzátette, hogy ő a maga részéről természetesen nem foglal állást, csak éppen érdekelte, amit Nafta a fiatalság kefteléséről mondott. Egyet azonban mégis magyarázzon meg, folytatta Hans Castorp. Ez a Nafta úr, így mondom, ez az úr, hogy ezzel is jelezzem, korán sem értek vele egyet, hanem éppen ellenkezőleg nagyon is tartózkodó álláspontra helyezkedem vele szemben. Ezt nagyon jól teszi, vetette közbe Settembrini hálásan. Nos, ez az úr tehát nagy mértékben ostorozta a pénzt, az állam lelkét, amint kifejezte, meg a magántulajdont, mert hogy az lopás, egy szóval a kapitalista vagyont, amerről olyasmit mondott, hogy a pokol tüzének üzemanyaga. Körülbelül azt hiszem így fejezte ki, ha nem tévedek, és minden hangnemben dicsérte a középkori kamatszedési tilalmat. Ő maga pedig mindamellett, már bocsásson meg, de úgy tetszik, mintha az ember szeme káprázik, ha belép a szobájába. Az a temérdek sejem. Nos, igen, 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 uraim, mosolygott Settembrini. Ez az ízlés, ugye, minden esetre nagyon is jellemző. A gyönyörű régi bútorok, sorolta tovább Hans Castorp, a 14. századbeli Péta, aztán a velencei Csillár, meg a libériás kis hajdu, és a csokoládés fatörzs is annyi volt, amennyi az emberbe bele se fér. Úgy látszik, ő a maga részéről mégiscsak... Nafta úr személye szerint épp olyan kevéssé kapitalista, mint én, válaszolta Settembrini. De, kérdezte Hans Castorp, mert azután egy de-nek kell következnie magyarázatában Settembrini úr. Nos, azok ott nem hagynak senkit sem nyomorogni, aki hozzájuk tartozik. Kik azok ott? Azok az atyák. Atyák? Atyák? Ugyan miféle atyák? Na de, mérnök úr, a jezsuitákról beszélek. A kinyilatkoztatást nagyon hosszú hallgatás követte. Az unokafivérek valósággal elképedtek. Aztán Hans Castorp egyszer csak felkiáltott. Egek, ura, ördög és pokol, az ember jezsuita? Eltalálta, szólt Settembrini úr ravaszkása. Nem, igazán soha életemben, ki hinné, tehát ezért szólította
Padrinak? Egy kis udvariassági túlzás volt részemről, felelte Settembrini. Herr Nafta, nem páter. Betegsége az oka, hogy egyelőre nem vitte odáig. De azért a noviciátusát elvégezte, és fölvette a kisebb rendeket. Betegsége kényszerítette rá, hogy félbeszakítsa teológiai tanulmányait. Utána még néhány évig egy rendi intézetben szolgált, mint prefektus, azaz, mint felügyelő, préceptor. Persze az ifjú növendékek nevelője. Ez végül is megfelelt pedagógus hajlamainak. Itt pedig tovább ápolhatja a hajlamait, mert a Fridericianumban latin tanár. 5 esztendeje él idefenn, és eléggé bizonytalan, hogy ezt a helyet ugyanis mikor hagyhatja el. És elhagyhatja-e még egyáltalán? De minden esetre a rendhez tartozik, és még ha lazább szálak fűznék is hozzá, akkor sem szenvedhetne hiányt semmiben. Azt mondottam az előbb, hogy személyében szegény, vagyis nincs tele. Természetesen, hiszen ez előírás, de a rend mérhetetlen vagyonnal rendelkezik, és amint látták, gondoskodik övéiről. Hát, azt a 7 meg a 8-át, mormolta Hans Castor. Nem tudtam. Nem hittem, hogy ilyesmi még igazából van a világon. Jezsuita. Egy jezsuita? Aha. De most mondjon meg nekem még egyet. Ha Herr Naftát onnét olyan jól ellátják mindennel, akkor mi a csodának lakik olyan-olyan? Nos, igazán nem akarom a tanyáját ócsárolni, Settembrini úr. Aranyos a lakás a Lukacsekéknál, olyan kellemesen elkülönített és rendkívül meghitte, de úgy értem, ha Nafta úrnak ennyire van mit a tejbe aprítania, hogy köznapján fejezzem ki magam, akkor miért nem bérel másik lakást, valami előkelő házban, impozánsabbat, olyat, aminek tisztességes bejárata van, meg nagy szobái. Hiszen ebben van valami kalandos és rejtőzködő, ahogy ott anyázik abban az odúban, a sejmei között. Settembrini vállat van. Valószínűleg ízlés és tapintatbeli okai vannak rá, mondotta. Hihetően jót tesz az antikapitalista lelki ismeretének, hogy szegény embernél bérel lakást. De mégis kárpótolja magát a szobái berendezésével, meg a titkolózás is belejátszik. Nem kell az emberek órára kötni, hogy az ördög sutyomban milyen jól ellátja a híveit. Az ember, tudják, kifelé megjátsza a jelentéktelent, és a szegényes homlokzat mögött. Nos, ott fejti ki a sejmes papi ízlését. Rendkívül érdekes, mondta rá Hans Castor. Teljességgel újszerű és izgalmas a számomra, megvallom. Igazán hálásak lehetünk magának ezért az ismeretségét, Settembrini úr. Akár hiszi, akár nem. Még sokszor elmegyünk hozzá, és meglátogatjuk. Ezt eltökéltem. Az ilyen ismeretség minden várakozáson felül kiszélesíti az ember látókörét, nem? Betekintést enged egy olyan világba, amelynek még a létezését sem sejtettük eleddig. Egy igazi jezsuita. Hát, és amikor azt mondom igazi,
Magamnak adom meg a jelszót arra, ami a fejemben motoszkál, és amit mégiscsak szóvá kell tennem. Azt kérdem, igazán igaz ez? Tudom, úgy gondolja, hogy általában nem lehet igaz ügy. Olyas valakinek az ügye, akit az ördög suttyomban ellát. De amit kérdezni akarok, annak végül is ez az értelme, hogy vajon jezsuitának igaz-e? Állandóan ez motoszkál az agyamban. Olyan dolgokat mondott, hiszen tudja, mire célzok. A modern kommunizmusról, meg a proletariátus istenes buzgalmáról, amely ugye ne tartóztassa kezét a vérontástól. Nos, egy szó, mint száz, nem mondok egyebet, de a maga nagyapja a polgári dzsiddájával ma született bárány volt ehhez képest, már bocsássa meg ezt a kifejezést. Hát, lehetséges ez? Hozzájárulnak ehhez a fölöttesei? Megfér ez a római tanokkal, amelyeket világszerte terjeszteni, a rendnek hivatása, ha jól tudom? Nem. Hogy is mondják csak? Nem eretnekség ez? Tévelygés? Inkorrektség? Ezen töröm a fejem naftára vonatkozóan, és szeretném hallani a véleményét. Settembrini egyre csak mosolygott. Ó, mi sem egyszerűbb. Herr Nafta valóban elsősorban jezsuita, igazán és egészen az. Másodszor azonban a szellemembere. Másképp nem is keresném társaságát, és mint ilyen új kombinációkra, illeszkedésekre, kapcsolódásokra, időszerű változatokra törekszik. Amint látták, elméletei még engem is megdöbbentettek. Eddig nem nyilatkozott meg előttem ilyen messze menően és őszintén, mihelyt észrevettem, hogy a maguk jelenléte mennyire felpezsdíti. Megragadtam az alkalmat, hogy kicsiholjon belőle azt a végső, utolsó szót, mármint bizonyos vonatkozásokban. Mi tagadás? Elég hóbortosan. Elég félelmetesen hangzott. Nem, de... Jó, de miért nem lett páter? Hiszen megvan hozzá a kora. Mondtam, hogy a betegsége akadályozta benne egyelőre. Helyes, de nem gondolja, ha Nafta úr elsősorban jezsuita, és másodszorban a szellem embere, és kedveli a kombinációkat, akkor ez a második. Ami hozzájárul, hogy ez a betegségével kapcsolatos? Mit akar mondani? Na, semmit, Settembrini úr. Csak hát úgy gondolom, van egy puha góca, és ez megakadályozta benne, hogy páter legyen, de a kombináció is megakadályozták volna benne, és ebből a szempontból tehát a puha góc meg a kombinációk bizonyos tekintetben összetartoznak. A maga módján ő is az élet féltett gyermeke. Egy, hogy úgy mondjam, Joli, Jésuit, à la petite âge humide. Elérték a szanatóriumot. A ház előtti térségben még egy kis időre megálltak, mielőtt elbúcsúztak egymástól, kis csoportot alkottak. És a kapu előtt lézengő páciensek messziről nézték, ahogy beszélgetnek. Ismétlen fiatal barátaim, szólt Settembrini, óva intem magukat, nem tilthatom meg, hogy tovább is érintkezzenek azzal az úrral, ha már megismerkedtek, és ha a kíváncsiság arra ösztökéli magukat, de vértesszék fel szívüket és elméjüket bizalmatlansággal, a bíráló ellenállás egy percre se szunnyadjon el magukban. Akarják, hogy egy szóval jellemezzem őt? Kéjenc, éptik? Kéjenc.
Az unoka testvérek arca elhúzódott. Hans Köztör pedig megkérdezte. Hogyan? Már engedje meg, Herr Nafta, egy szerzett tagja. Bizonyos fogadalmakat kell tennie, ha jól tudom, meg aztán amúgy is olyan nyápic. Teste fogyott. Balgaság, amit beszél mérnök úr? Válaszolta Settembrini úr. Ennek a nyápicsághoz semmi köze, és ami a fogadalmakat illeti. Nos, vannak fenntartások, én azonban tágabb, szellemi értelemben beszélek, és hova tovább több megértést feltételezhetnék magában az eféle dolgok iránt. Emlékszik talán, hogy egyszer meglátogattam a szobájába. Régen volt. Iszonyú régen. Éppen ágyban feküdt a felvétele után. Hát hogy ne emlékeznék? Szürkületkor lépett be, és világosságot gyújtott, úgy emlékszem, mintha tegnap történt volna. Nos, akkor beszélgetésünk során, amint ez hál' Istennek gyakran megtörténik, magas röptű témák kerültek szóba, ha jól tudom. Halálról, meg az életről beszélgettünk, a halál méltóságáról, amennyiben az élet tartozéka és feltétele, és menthetetlen eltorzulásáról, ha a szellem ocsmány módon elkülönített principiumát teszi meg. Uraim, folytatta Settembrini, közvetlenül odalépett a fiatal emberek elé, bal keze hüvelyik és mutató ujját villással szétterpesztette, mint egy fokozott figyelemre ösztökélve őket, és jobb keze mutató ujját intőn fölemelte. Urai, vessék emlékezetükbe, hogy a szellem szuverén, akarata szabad, meghatározza az erkölcsi világot. Ha dualisztikusan elszigeteli a halált, akkor a halál ez szellemi akarat által valósággá válik ténylegesen. Értik, kérem? Aktu. Az élettel szemben álló önálló hatalom lesz ördögi principium, nagy kísértés. És birodalma a kéj birodalma. Azt kérdik, miért? Azt válaszolom, mert a halál old és feloldoz. Mert a halál megváltás, de nem a gonosztól való megváltás, hanem gonosz megváltás. Megoldja az erkölcsöt és a morált, felold fegyelem és önfegyelem alól. Felszabadít a kéjre. És azért intem magukat attól az embertől, akivel akaratom ellenére megismertettem, azért szólított fel magukat, hogy a vele való érintkezésben és eszmecserében szívüket háromszoros kritikával övezzék, azért teszem mindezt, mert ennek az embernek minden gondolata kéjenc jellegű, mivel a halál oltalma alatt áll. A halál pedig fölöttébb léha hatalom. Amint akkor is mondtam magának, mérnök úr, pontosan emlékszem a kifejezésre. Mindig megjegyzem, ha ráhibázok egy-egy használható, pontos kifejezésre. Erkölcs, haladás, munka és élet ellenes hatalom, melynek dögletes leheletétől megóvni az ifjú lelkeket, minden nevelő legelső feladata. Senki sem beszélhetett jobban, mint Settembrini úr. Senki nála érthetőbben, kerekdedebben. Hans Kastor és Joachim Zimsen szépen megköszönték a hallottakat, ajánlották magukat, és megindultak a Berghof kapu bejárata felé. Settembrini pedig visszament humanista pútjához, egy emelettel nafta, sejemmel bélet cellája fölé. Az unoka fivérek első látogatása volt az, amelynek pontos lefolyását papírra rögzítettük.
Azóta még kétszer vagy háromszor meglátogatták Naftát, egyszer méghozzá Settembrini úr távollétében. Ezek az eszmecserék is bőséges elmélkedési anyagot szolgáltattak Hans Castorpnak, amikor a Homo Deinek nevezett, magasztos képlet szemléletébe merülve üldögélt, visszavonultsága kéken viruló színhelyén, és uralkodott.